szeretnénk nagyon jó egészséget kívánni önnek. Szeretnénk boldogságot kívánni születésnapi alkalmából. Bende Károly teljes életútjához gratulált szerda délután Görgényi Ernő polgármester, aki Tímár Andrea aljegyző társaságában érkezett a Galamb utcai otthonba, ahol a sarkadi születésű ünnepelt várta őket. Karcsi bácsi tortát, virágot és Orbán Viktor miniszterelnök üdvözletét vehette át. Bende Károly gyermekkora szegénységben telt, és már fiatalon be kellett segítenie a ház körüli munkákba, ugyanakkor szerető, összetartó család vette körül. Ő a munka mellett szerzett szakmát, géplakatos végzettsége lett. 1961-ben kötött házasságot, egy gyermekük és egy unokájuk született. Dolgozott a sarkadi cukorgyárban, a kertészetben, a húskombinátban, később két gyulai szállodában tevékenykedett kertészként. Különböző helyeken 6-szor kapott kiváló dolgozó elismerést. Nyugdíjba vonulása után kertészkedni otthon is szeretett, fát metszett, kedvelte a virágokat, a növényeket, de szívesen biliárdozott, mostanában leginkább tévét néz. Dolgozom mindenki annyit, mint én, hát ha ő is elírott, akkor ne szígyelj a munkát dolgozni. Hát nem tudom, hogy adni. Nincs ennek, hogy hiákja, nincs a homlokunkra írva, hogy meddig élünk. Én azt tudom mondani, hogy ha ügyelő, hát kit a Szent Péter ránk szab, addig élünk. A köszöntésen felvágták Bende Károly tortáját, majd elbeszélgettek az ünnepeltel.